Köszöntöm nézőinket, Sarkadi Krisztina vagyok, önök pedig a Bonyhádi Naplót látják, mutatom, mit kínálunk a következőkben. 35 éve őrzik a német hagyományokat a Krenzlein néptánc együttesben. Jelentős fejlesztések zajlottak a bonyhádi óvodákban. Kóstolónapra készülnek a Széchenyi iskola ebédlőjében. 22. alkalommal szervezett fotószalont a Magyar Fotóművészek Világszövetsége. 35 éve őrzik a német hagyományokat a bonyhádi Krenzlein néptánc együttesben. A jubileumi esten részt vett a város német testvértelepülésének küldöttsége is. Az esten felszólalt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, aki azt mondta, a Krenzlein tevékenysége nagyban hozzájárult a német hagyományok további élésében. A 35 éves alapítását ünnepelte a bonyhádi Krenzlein tánccsoport a hétvégén. Az elmúlt éveket összefoglaló és bemutató kiállításon kívül egy ünnepi műsor várta az érdeklődőket, ahol mindez 5 korcsoport fellépett. Bonyhádon a tánccsoport, a német tánccsoport 1987-ben alakult, mégpedig korábban működött a kétnyelvű iskolában egy német kis tánccsoport, és azok voltak az alapjai, a kezdő táncosai a 87-ben megalakult tánccsoportnak. Ez a tánccsoport egy évig Hein Péterné vezetésével működött, majd Németországba költözött a családjával, és így felkértek engem, hogy vegyem át a tánccsoport vezetését. 91-ig vezettem a tánccsoportot, és akkor külföldre kellett mennem, 2 évet ott voltam, és utána, amikor visszajöttem, akkor újból én vezettem a tánccsoportot, tehát 2 éves, ha azt veszük, akkor 3 év kivételével, tehát 32 éve vagyok a tánccsoport élén. De esetleg hozzáfűzhetem azt is, hogy 46 éve táncolok, a Mórágyi Tánccsoportnak alapított tagja vagyok, és nagyon örülök, hogy a mórágyi táncosok is itt eljönnek a mai műsorra. 5 korcsoportban működünk, vannak a legkisebbek, azok óvodások, alsósok, felsősök, egyetemisták, főiskolások, és van az 5. korcsoportunk, ők már felnőttek, tehát ott már vannak babák, kisgyerekek, és ők már nem rendszeresen táncolnak, de nagyon örülök annak, hogy most újra összefogtak, és őket is lehet látni a színpadon. Az elmúlt 35 évben a tánccsoport rengeteg díjat nyert, és sok országban léptek fel. Idén nyáron 4 különböző országban is jártak, többek között Svájcban. Sok másik csoporttal ápolnak jó kapcsolatot, mint például a Vernauban működő tánccsoporttal. Több tánccsoporttal baráti kapcsolatot ápolunk, nem csak itt Magyarországon, hanem külföldön is. Bonyhád első testvérváros a Vernau, velük a legszorosabb a kapcsolat, és ott is működik egy tánccsoport. Ők a hónap elején, október elején ünnepelték az 50 éves évfordulójukat, amire minket is meghívtak, és egy delegáció utazott ki. És nagyon örülök annak, hogy most ők is itt vannak, tehát a polgármester vezetésével egy delegáció érkezett Bonyhádra, ami egy nagy megtiszteltetés nekünk. Also für uns in Vernau ist es eine sehr wertvolle Beziehung. Számunkra Vernauban ez egy nagyon értékes kapcsolat, főleg az embereknek. Az évek során sok-sok barátságra kapcsolatra tettek szert mindkét város alapítványai, létesítményei, de a vezetőség is. 30 év alatt sok minden változott. A választások miatt, de a testvérkapcsolat mindig megmaradt. Mindketten hasznunkra vált ez a kapcsolat, hiszen más-más megoldások léteznek a két településen. Sokat tanultunk egymástól, sporteseményeket szerveztünk együtt, de kulturális szempontból is sokat adtunk át egymásnak. A zenekarunk rendszeresen jár ide fellépni, a tánccsoportunk is, akik nemrég ünnepelték az 50 éves megalakulásukat, ahová egy bonyhádi delegáció is eljött, a csoportjaink látogatnak a másik településre, kirándulnak, együttműködnek, ami szerintem egy fantasztikus kapcsolat. Hát Bonyhád és Vernau már az 1980-as évektől testvérvárosi kapcsolatot létesített, még a rendszerváltás előtt, és nagyon gazdag kulturális élet folyt mindkettőnk között. Valamikor annak idején még a városi fúvószenekar is gyakran látogatott Vernauba, még a 80-as évek végén, 90-es évek elején. Aztán később egyre inkább gazdagodott ez a kapcsolat. Táncosok jöttek Vernauból hozzánk, mi mentünk hozzájuk. Vernauban magyar tánccsoport is működik, és nálunk hát természetesen a Krenzlein, ami a ma estének a fénypontja lesz. Itt van körünkben Armin Elb, polgármester úr is, és
természetesen nagyon szívesen vártuk őt, és bízom benne, hogy nem fog csalódni a mai műsorban. Azt elmondhatom, hogy gyakorlatilag az egész év folyamán részt vesznek a kulturális életben a németek, a német ajkúak. Azt is elmondhatom, hogy legalábbis a legutolsó népszámlálás szerint egy 15%-nyian mondták magukat németnek. Azt tudjuk, hogy egy jó 30%-a a lakosságnak rendelkezik német gyökerekkel. Úgyhogy elmondhatom azt is, hogy elkezdődik a farsanggal, aztán folytatódik a húsvéttal, aztán a csokorszenteléssel, és végül befejeződik a mártonnapi búcsúval. Kifelejtettem még a legelső ünnepüket is, a svábbal természetesen, amivel nyitják az egész évet. Úgyhogy elmondhatom, hogy részei Bonyhád kulturális életének, nélkülük azt hiszem elég szürke lenne ez a város. Az ünnepi műsoron Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője mondott beszédet a Kranzlein elengedhetetlen szerepéről, a hagyomány megőrzése és továbbadása szempontjából. A hagyományoknak a megtartása az nem magától értetődő dolog, hiszen azt minden egyes nemzedéknek újra és újra kell tanulni, hiszen nagyon gyorsan, akár egy nemzedék alatt is feledésbe merülhetnek ezek a dolgok. A Kranzlein Egyesületnek köszönhetjük azt, hogy a tolnai, baranyai néptánc hagyományokat sikerült újra feleleveníteni, közönséggel évinni, és most már azt mondhatjuk, hogy több ezer gyermeknek, fiatalnak megtanítani. A Kranzlein tánccsoport 1987 óta ápolja és adja tovább a sváb hagyományokat, táncokat az újabb generációknak, érdeklődőknek. Egészen kicsiktől kezdve a felnőttekig mind az öt csoport fontos szerepet játszik a kultúra életben tartásában. Dann grüß ihn mal ein schönes Kind, schönes Kind, schönes Kind. Dann grüß ihn mal ein schönes Kind, schönes Kind. Dann grüß ihn nämlich Jahr in acht, Jahr in acht, Jahr in acht. Dann grüß ihn nämlich Jahr in acht, Jahr in acht. Bonyhád város önkormányzata előtt számolt be az elmúlt évben végzett munkáról és a tervekről Horváth Klára, a Varázskapu óvoda és bölcsöde vezetője. A beszámolóból kiderült, a 7 telephelyet magába foglaló intézményben számos fejlesztést hajtottak végre az elmúlt időkben. A bonyhádi óvodák tekintetében is előtérbe kerülnek a takarékossági intézkedések. Ennek megfelelően összevonásra kerültek az ellátási helyek. Az elmúlt nevelési évről szólva Horváth Klára azt mondja, egy picit sötétebbre sikeredett, mint az elmúlt esztendőkben. Ez egy második covidos év volt, a maga korlátozásaival, karanténjaival, 27 csoportunk volt karanténban, a hiányzásaival és minden hasonló körülménnyel együtt. A korlátozások ugye azt jelentették, hogy egy csomó szakmai programot nem nagyon lehetett megvalósítani. A másik nehezítő tényező az volt, hogy az elmúlt nevelési év egy humán erőforrás hiányos év volt. Tehát nem tudtuk minden csoportban nem tudtuk a megfelelő óvodapedagógus létszámot többszöri álláshirdetés után sem biztosítani. Pedagógiai asszisztensek segítették a munkát, de hát nyilván nem véletlen, hogy a jogalkotó két óvodapedagógust ír elő egy csoportba. Nem volt ez egy könnyű helyzet, ez különösen az egyik óvodát, a Ficánka óvodát érintette. Ott három ember hiányzott, máshol is voltak hosszantartó hiányzások, több hónapos hiányzások, a covidos hiányzásokkal is hát volt gondunk. Szóval nem volt könnyű az év. Minden nehézség ellenére, mondja az intézményvezető, a szakmai munka minőségével nem lehetett panasz, amit jelez, hogy sikeres minősítéseket szereztek az időközi ellenőrzések során. Ami még nagyon fontos az elmúlt évvel kapcsolatban, hogy számos fejlesztés történt az intézményben, ugye azt, amit az önkormányzat biztosított beruházás szinten a város központi költségvetésében ből, arról már beszéltem korábban, ugye ezek a mosdó felújítások, járda, kerítés, egyéb felújítások. Nem ez volt a vége a dolognak. Voltak a saját intézményi költségvetésben is lehetőségek,
10 millió forintot kaptunk udvari játékfejlesztésre, sok bútor készült, az IKT eszközöket, az irodatechnikát tudtuk korszerűsíteni, szakmai anyagokat vásároltunk, például a sakpalota program csomagot sikerült biztosítani 3 óvoda számára, ami nagyon, nagyon örvendetes fejlemény, ez most kezdődik az intézményben, ez tehetséggondozás címszó alatt. És hát sok kisebb apróság is, ami az életet, a működést megkönnyíti, ha csak egy lakástextíliára gondolok, tehát rengeteg fejlesztés volt. Ezek alapján a legfontosabb, hogy egy korlátozásmentes év lehessen a következő, mondja Horváth Klára. Miután ugye a karantén kötelezettség a csoportok vonatkozásában megszűnt, ha covidos kisgyermek van a csoportban, és azt gondoljuk, hogy talán sikerül ezt tartani is. Amiben előre szeretnénk lépni ebben az évben, az mindaz a szakmai működést tekintve, amiben lemaradtunk. Ilyen a belső tudás megosztás, a házi továbbképzések megtartása, az innováció közzététele, egymás meglátogatása, de ilyen az is, hogy megosztjuk a továbbképzések tapasztalatait. Az elmúlt évben már sikerült több mint 300 óra továbbképzésen részt venni a kollégáknak, és ez is egyfajta tudás megosztás, erre sem nagyon tudott sor kerülni. A pedagógiai kiemelt feladatokhoz kapcsolódóan az idei évben terveink vannak az egészséges életmódra neveléssel, összefüggésben az egészségtudatos magatartás kialakításával, a játékmunka tanulás összhangjának, a tanulási tevékenységek korszerűsítésének témájában, de ugyanúgy a fenntartható fejlődés, környezettudatos magatartás vonatkozásában, vagy a tehetséggondozás vonatkozásában vannak tervek és feladatok. Az óvodai csoportok létszáma közel maximumon van. A tavasz újabb jelentkezőket és a szokásos testvérek is ide járjanak ugyanabba az oviba helyzeteket eredményez majd, ami feltölti az üres helyeket. Új fejlemény, hogy jelentkeznek a vidéki településekről beköltözők, és a külföldről hazatelepülő családoktól is vannak már jelentkezők. Jelenleg 435 kisgyerek jár a bonyhádi óvodába. Kóstolónapra készülnek a bonyhádi Széchenyi István általános iskolához tartozó ebédlőben, hogy bemutassák a diákoknak, korán sem olyan rossz dolog menzásnak lenni. A felújított és modernizált ebédlőben az intézmény diákjainak 60%-a étkezik, viszont a főzőkonyha 1400 adag ételt készít minden nap. Színes, barátságos környezet fogadja az étkezni érkező diákokat a bonyhádi Széchenyi István általános iskola ebédlőjében. Az épület nemrég esett át teljes felújításon. Érdekes érzések vannak bennem, ugyanis én is ebbe az általános iskolába jártam, és ugyanebben az ebédlőben étkeztem, nem most volt, talán olyan 34-35 éve, és azt tudom elmondani, hogy teljesen megváltozott minden. Azt gondolom, hogy a tévénézők is látják, hogy 21. századi körülmények vannak. Az elmúlt években kívülbelül teljesen megújult az ebédlő. Bonyhád város önkormányzatának pályázatának segítségével kívül teljes szigetelést kapott az épület, nyilászáró cserére került sor, a festése megújult, és én azt gondolom, hogy ezt a gyerekek is érzékelik, amikor ide bejönnek, teljesen más érzéseik vannak, mint a 10-15 vagy akár 20 évvel ezelőtti épülettel a kapcsolatban. Minden épület egy idő után felújításra szorul, igaz ez a középületekre is, de én azt gondolom, hogy Bonyhád város önkormányzata ebben mindig a segítségünkre volt, és mindig megragadta azokat a pályázati forrásokat, amik rendelkezésre álltak. Két részletben került sor a felújításra, először kívül, utána pedig belül, és igazából azt lehet mondani, hogy ebben a tanévben már teljesen megújult környezetben étkezhetnek a gyerekek. Intelmek, jó tanácsok és érdekességek olvashatók a falakon és oszlopokon, így a tudásuk is bővül az itt étkezőknek. A felújítást 400 millió forintból valósították meg. Mivel tudjuk, hogy a puding próbája az evés, ezért november 17-én a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola éttermében egy kóstolónapot tartunk.
a bonyhádi diákok kedvenceivel, valamint újdonságokkal is készülünk. Fognak főzni a szakácsaink brokkoli krémlevest, lencsegulyást, valamint még készülnek paradicsomos húsgombóccal, valamint burgonya főzelékkel és fasírtal. Ennek a rendezvénynek az a célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebben a modern és néhány éve felújított főzőkonyhai környezetben lehetőségük van étkezés igénybevételére, és ezzel szeretnénk fellendíteni egy kicsit itt az érdeklődést. Fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy néhány héttel ezelőtt a konyha részt vett egy NÉBIH minősítésen, amelyen 91% kiváló minősítést értünk el. Nyilván ez azt jelenti, hogy a főzőkonyhánk technikailag és élelmiszerbiztonsági szempontból is teljesen megfelel a követelményeknek, és a szakemberek is úgy gondolják, hogy egy kiváló környezetben tudjuk az ételeket elkészíteni, és ez lehetőséget ad arra nekünk, hogy napi szinten megfelelő és biztonságos ételeket készítsünk a gyermekeknek. Fontos az, hogy egy olyan környezetben tudjanak étkezni a gyermekek, amely egy plusz élményt is tud adni nekik. Ez a 300 négyzetméteres étkező olyan dekorációs elemekkel lett kibővítve, amelyek informatív és edukatív jellegüknek köszönhetően is egy plusz élménnyé teszik az étkezést a gyermekek részére. Bízunk abban, hogy ezzel a kóstoló nappal még több diák fog bizalmat szavazni az ételeinknek, és lesz állandó vendége a modern éttermünknek. Az intézménybe járó diákok 60%-a étkezik itt, ezt szeretnék bővíteni ezzel a kezdeményezéssel, de ez a konyha látja el a nagymányoki és tolnai oktatási intézmények egy részét is. Összesen 1400 adagétel készül a megújult főzőkonyhában. Azt is fontos tudni, hogy a felnőtt befizetők részére is teljesen nyitottak a kapujaink, tehát ők is tudnak itt étkezést igénybe venni, és itt akár elfogyasztani, akár pedig hazaszállítással elvinni ezeket az ételeket. Amellett, hogy az éttermet bővítettük ezekkel a dekorációs elemekkel, a főzőkonyhán is folyamatosan végzünk felújítási munkálatokat. Teljesen modern gépesítés történt itt a főzőkonyhán, emellett ugye a padozatot, a csempéket, minden egyéb kiszolgáló teret úgy alakítottunk ki, hogy teljesen megfelelő legyen ugye a követelményeknek, emellett ugye a munkatársainknak is egy kényelmesebb munkakörnyezetet tudjunk biztosítani. Az intézményünkben hagyományosan megrendezésre kerül az Egészséghét rendezvénysorozat. Ennek egy része lesz november 17-én egy csütörtöki napon, amikor a felsős tanulók kivétel nélkül átjöhetnek, és ahogy elhangzott, többféle ételt megkóstolhatnak, amit talán korábban nem ettek, vagy igazából elutasították, most saját szemükkel láthatják, hogy milyen, sőt meg is kóstolhatják, és abban bízunk, hogy többen rájönnek, hogy valóban érdemes itt tenni, hiszen ez a legkényelmesebb, és a viszonyok pedig minden igény kielégítőek. Az alsós tanulóknak a nagy része az itt étkezik, a felső tagozatban ott van olyan, aki már nem veszi igénybe, de az is a célja az előbb említett kóstoltatási napnak, hogy ismerjék meg, és saját maguk dönthessék el, hogy milyen az étel. Én magam is szoktam itt tenni, azt gondolom, hogy minden igénynek megfelel, és nagyon ízletes és változatos az itt elkészített étel. Azt gondolom, hogy a helyes táplálkozás az a tanítás-tanulás folyamatában is nagyon sokat segít, hiszen egy olyan gyerek, aki nem megfelelően táplálkozott, az nem is tud úgy teljesíteni, és az ITEN Kft. Kínálatában az a jó, hogy alapvetően ügyel arra az ételeknél, hogy egészségesek legyenek, táplálóak legyenek, és szerintem ez minden tanuló számára hasznos lehet. A kóstolónapra tehát november 17-én várják a diákokat. 22. alkalommal szervezett fotószalont a Magyar Fotóművészek Világszövetsége. A szalon díjazott és válogatott képeit ezúttal a Bonyhádon, a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban tekinthették meg az érdeklődők.
Bonyhádra látogatott a jubileumát ünneplő Nemzetközi Magyar Fotószalon 2022-es alkotói kiállítása. A Magyar Fotoművészek Világszövetsége minden évben szervez egy fotószalont. Ez a 22. fotószalon, jubileumi szalonunk ez, mert 20 éves ebben az évben 20 éves a Magyar Fotoművészek Világszövetsége, és annak a szalonnak a díjazott és válogatott képei a Pannon régió fotósaira kihegyezve. A fotószalont öt különböző témában hirdettük meg. Van egy általános kategória, ahová minden képet be lehet küldeni, tehát azok nem tematizált képek. Van egy évfordulóhoz kötött kategória minden évben, ebben az évben Petőfi Sándor, ugye születésének 200. évfordulója jövő január 1-én, idén azt dolgoztuk föl egy témában. Van egy magyar vonatkozású kategória, idén a Miért jó magyarnak lenni, az a cím ennek a kategóriának. Van egy természetfotó kategória, Kárpát-medence tájai, és van egy archaikus kategória, ami a régi technikával dolgozunk fel most készült képeket. A kiállításon egy a térségben jól ismert alkotó képei is feltűnnek. Nagy örömömre szolgál az, hogy Bonyhádra is végre elhozhattuk egyszer a Magyar Fotoművészek Világszövetségének a kiállítását. Én most már negyedik éve, illetve már ötödik éve tagja vagyok az Egyesületnek, vagy a Szövetségnek, és több helyszínen már voltam kiállításon, mivel érintett is voltam a pályázatok révén, és bíztam benne, hogy egyszer ide tudunk hozni egy tárlatot, és most lehetőség volt mindkét oldalról. Szinte mindegyik kategóriában pályáztam, és két kategóriában egy-egy képem bejutott, egyet az elfogadott, egyet pedig egy oklevéllel díjazott képként itt most falra kerülhetett. Az egyik felvétel egy utazásunk során készült, és egy kővilág az a címe, tehát egy olyan szép helyszín volt, ami egyszerűen elvarázsolt, és úgy gondoltam, hogy ezt eleve fekete-fehérben kell a fények és a kő miatt fotózni, és úgy látszik, hogy ez a zsűrinek is tetszett. A másik felvételt pedig itt készítettem a helyszínen, a Bonyhádi Művelődési Központban, hiszen Turek Miklós színész már visszajár ide, és rendszeresen irodalmi műsorokkal szórakoztatja itt a közönséget, és az egyik ilyen előadásán készítettem egy felvételt róla, és a Petőfi jubileumos kategóriába ezt adtam be. Előtte vele egyeztettem, hogy hozzájárul-e, és természetesen nagy örömmel hozzájárult. A jelen kiállításon jó magam vagyok Bonyhádi érintett, egyelőre a szövetségben sincs más Bonyhádi tag, viszont a megyéből többen is vannak, akár tiszteletbeli, akár rendes tagok, és a Pannon régió, ugye itt a környező megyékkel még többen vagyunk, és ha így nézzük, akkor van már kaposvári, komlói kiállító is, tehát azért a régióból többen megtalálható képpel. A szervezet a magyarországi és a határon túl élő magyar fotósoknak a szövetsége érdekképviselete. A szervezet az 26 fővel alakult 2002-ben, jelenleg 182 fő a tagságunk. Neves fotóművészek, nagyon odafigyelünk arra, ugyan szeretnénk, hogyha minél többen lennénk, de azért odafigyelünk arra is, hogy azt a színvonalat, azokat az eredményeket, amiket idáig elértünk, azokat az újonnan felvett tagjaink tovább vigyék, sőt, erősítsék a szövetséget. És 8 országban vannak tagjaink, természetesen nagyon sokan a Kárpát-medencében, de az Egyesült Államokból, Franciaországban, Svédországban, Angliában is vannak tagjaink. Célunk az, hogy azokat a fotósokat, egyrészt egy szakmai műhelyt, segítséget nyújtsunk a fotósainknak, másrészt pedig szeretnénk a magyar identitás őrzése, ápolása, hiszen azt hiszem, hogy az a mi feladatunk elsősorban, hogy ezt feldolgozzuk, megőrizzük a hagyományőrzést, a néprajzot, a népviseletet, az építészetet, stb. Digitálisan küldjük be a képeket, feldolgozzuk a képeket, minden évben 3 neves zsűri bírálja el, ebből alakul ki egy sorrend, és ezeket a képeket utána van egy díjkiosztó kiállítás megnyitó Budapesten, és utána a képek elindulnak vándorkiállítás formában, úgyhogy egy év alatt
18 nagyobb városba, településen van Kárpát-medencében, a Felvidéktől kezdve erdélyi városokba, alföldi városokba, Vajdaságba, és most Bonyhádon is először. A tárlatot november 28-áig tekinthetik meg az érdeklődők a bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Önök Bonyhádi Napló című magazin műsorunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!